Célegyenesbe ért a Magyar Honvédség KFOR 18. váltásának felkészülése a közelgő külszolgálatra. Az ömében a 25. Lapka-György lövészdandár katonáiból álló kontingens csaknem egyhetes záró gyakorlatának végén összetett feladatok egész sorát teljesítve adott számot megszerzett tudásáról. Volt, hogy éles lövészettel egybekötött kiemelt személyek kísérését gyakorolták, miközben sebesült bajtársuk kiemelésére is gondot kellett fordítaniuk. Egy új együttműködésnek köszönhetően a féléves külszolgálatra felkészülők egy ideig ismeretlen terepen is bizonyíthattak. Mint Horváth Gábor dandártábornok, a tatai lövészdandár parancsnoka fogalmazott, a felkészítést olyan feladatokkal kívánták tarkítani, amelyek kimozdítják a katonákat a megszokott gyakorlótéri környezetből, és ismeretlen terepen is kipróbálhatják magukat. Ennek érdekében felkerestük a Bokodi erőmű vezetőit, megkerestük azt a lehetőséget, hogy hogyan lehetne egy valós ipari környezetben végrehajtani ismeretlen terepen egy feladatot, ami szintén felmérés jelleggel valósulhatna meg. Nagyon pozitívan válaszoltak rá az illetékesek, nagyon köszönjük egyébként ezúton is nekik, hogy lehetővé tették számunkra azt, hogy ott tevékenykedhessünk, ott gyakorlatozhassunk, és én úgy gondolom, hogy a visszajelzések alapján ez az együttműködés a felkészítés területén a továbbiakban is fent tud majd maradni. A zárógyakorlat leglátványosabb vizsgája a tömegkezelési feladat sikeres végrehajtása volt. Az elképzelt szenárió szerint helyi lakosok egy csoportja be nem jelentett tüntetésbe kezdett. Mivel a békíthetetlen tömeg egy fontos útvonalat torlaszolt el, a KFOR parancsnokság elrendelte a magyar gyorsreagáló erők bevetését. A tömegkezelők ezután akkurátusan feloszlatták a rendbontókat, megszüntetve a fennakadásokat. Egy hosszú több hónapot felölelő felkészítést követően, amikor egyéni és kötelék felkészítés különféle szinteken megvalósult, azok után azon a szinten áll ez a kötelék, ennek a kontingensnek ez a része, amely méltán elvárható. A feladatok végrehajtásában egyre nagyobb magabiztossággal rendelkeznek. Én úgy gondolom, hogy még egy kis gyakorlás, és valóban készen állnak mindenféle feladat végrehajtására, ami adódhatna. Azt büszkén tudom jelenteni, hogy ezen missziós felkészítés alkalmával az előjáróink lehetővé tették azt, hogy más feladatra ne kelljen koncentrálnunk. Következésképpen én úgy gondolom, hogy sokkal zavartalanabbul, sokkal alaposabban és reményeink szerint sokkal jobban fel is készültünk arra, hogy Koszovóban ellássuk azt a feladatot, amelyre a dandára hárul. A 18-as váltásnak gyakorlatilag a KFOR tartalékzászlói feladatait kell ellátni. Ez azt jelenti, hogy most már az erőink nem szétosztva, tehát más-más alárendeltségbe, hanem egy kézbe egy zászlóként a koszovói erők tartalékzászlóként fognak üzemelni kint. Az elejétől eredményeink biztatóak. Nyilván mértük a kontingens törzs szervező és irányító tevékenységét, valamint természetesen a századoknak a végrehajtási készségét. Ott is nyilván a parancsfeldolgozási készségen keresztül magának a feladatnak a végrehajtásáig. Egy kezdeti műveleti képességet mindenképpen elértünk, amit nyilván majd kint a gyakorlási kiképzések során jobban össze fogunk csiszolni, de bizakodásra adhatok ott az elért eredmény. A 18. váltás közel 400 katonája várhatóan március folyamán utazik Koszovóba, ahol a kontingens megkezdi fél éves külszolgálatát a KFOR Novoszelói bázisán.